Könyvrendezés, hivatali teendők, kalandparki feladatok. Évről évre -lévre igyekszik minél több fiatalnak munkalehetőséget nyújtani a nyár során a Sátorai Újhelyi Polgármesteri Hivatal az önkormányzat intézményeiben. Idén félszáz fiatal számára adott ez a lehetőség. A diákok számára a hivatalban tartottak egy egyeztetést, valamint tűz- és balesetvédelmi oktatásban is részesítették őket a törvényeknek megfelelően. Ezt követően már munkába is álltak. Mindig nagyon örülünk, amikor a nyáron a diákok beadják a jelentkezésüket a polgármesteri hivatalba, hogy diák munkát szeretnének végezni. Idén nyáron sokkal nagyobb volt a túljelentkezés, mint eddig bármikor. Ennek, ennek is nagyon örülünk, de azért viszont nem, hogy a korlátozott a létszámokat tudunk alkalmazni. Uh, idén 50, több mint 50 diák az, akit tudunk foglalkoztatni diákmunkásként. Nekik 6 óra, napi 6 óra, két héten keresztül a munkaviszonyuk, és a hivatalban és a uh, hivatalnak az intézményeiben fognak dolgozni. Az esziben, a Kalandparkban, a Művelődési Központban és az óvodában is lesznek diákmunkások. Valamint a, -a új helyi Városi Könyvtár is fogad diákmunkásokat. A fiataloknak a 16. életévük betöltését követően van lehetőségük arra, hogy ilyen módon dolgozva sebb pénzre tegyenek szert. Azonban ettől sokkal fontosabb az, hogy akik már korán betekintést nyernek a munka világába, azok jobban átlátják a felnőtt létet. Én azt kértem tőlük, hogy ezt vegyék komolyan, vegyék úgy, hogy egy munkahelyen dolgoznak, próbálják ki magukat a munkavilágában, igaz, hogy csak napi hat órán dolgoznak, de a hozzáállásuk, a munkához való szeretetük az már itt elkezdődhet, itt megtanulhatják, hogy nagyjából az életük nagy részét mivel fogják tölteni. Én azt látom, hogy sátoralja új helyén a diákok szeretnek és akarnak dolgozni, akarnak tenni. Akik most pozitív benyomást tesznek az egyes munkáltatókra, azok a jövőben is könnyebben állhatnak munkába ott, ahol most diákmunkásként tevékenykedtek. Tette hozzá a Terdik Sándor jegyző.